Üdvözlünk minden alapjárat nézőt, ez itt az alapjárat celeb futam, a Hungaroringről jelentkezünk, egészen pontosan a Groupama Tampájához tartozó Hungaroring vezetéstechnikai offroad központból, ahol Nagy Dániel lesz a vendégünk, aki körbe fog menni ezen a remek pályán. Dani, egy kicsit mesélj légy szíves arról, hogy honnan indult a karriered és hova tart, és mi lesz ez a legújabb versenyen, ahol most fogsz indulni. Én a versenyzést azt, hát jól emlékszem, én 2011-ben kezdtem, ami azért különleges, mert én akkor 12 éves voltam, és itt Magyarországon van egy olyan különleges versenyengedély, amit külön ilyen pszichológiai úton, módon meg lehet szerezni, és akkor 1,6 literes autókat, vagy addig bezárólag vezethet versenypályán, zárt területen belül, és nekem az volt a szerencsém, hogy akkoriban a Suzuki Kupa volt a legnépszerűbb és a legrangosabb kupasorozat itthon, a gyorsági szakákból én is versenyzem, és ugye az megfelelt ennek a kritériumnak, hogy nagyon fiatalon el tudtam kezdeni, és az első magyar bajnoki címet ott szereztem 15 évesen, amit utána követett még egy, és aztán kezdtem el először az Engő Motorsporttal, aztán Mihály Sznorbi csapatával, a Mirával, később a WRC Racing Teamnél a nemzetközi túrautós berkekben, világkupán, Európa kupán versenyezni. Köszönjük szépen ezt a kifejtést. Az hódziher, hogy itt nagyon képbe kell lenni fejben, mert általában ott szoktak elvérezni az emberek, hogy azt hiszik, hogy már nagyon megy, de mégsem. Hát néztem az autót, és megmondom őszintén, hogy még sose vezettem hasonlót, úgyhogy nagyon várom az instruktorommal az első köröket, hogy egyáltalán hogyan mozog ez az autó. Azt már látom, hogy az oldal és a hosszirányú erőket nem nagyon fogjuk kombinálni, mert annak valószínűleg valahol ott a prérin lenne a vége, úgyhogy nagyon várom, nagyon izgatott vagyok. Mindent gyökeresen fordítva működik, mint ahogy azt az ösztöneim mondanák. Én most biztonságra megyek. Jó, nem döntünk sebességrekordot az egyenesben. Behúz. Ráférk, ez vár egy kicsit, bó. Kicsit lecsúsztunk. Aj, hagytuk, hogy megelőzzenek a belső íven. De még egy kör. Kedvencem a sikán. Jó. Megvolt. Megvolt a 8-as, 9-es kanyar is. És ez most lehet sok. Nagyon jó, keresztben megálltunk. Tökéletes. Nos, Dani, 3 perc, 22 másodperc és 51 század az időd. Milyennek érezted a pályát és milyen volt az autó? Hát ennyit még a Hungaroring utolsó szektorával biztos, hogy nem küzdöttem, mint most. Egyébként borzasztóan jó élmény volt. Megmondom őszintén, hogyha visszamehetnék az időbe, akkor egy picit több kockázat vállalnék. Én most a biztos játékos voltam, úgy voltam vele, nem tudtam ugye előre az időket, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha nem ütök, ha lassan megyek, az a biztos, hallottam, hogy volt megforgás másoknak, stb. De aztán megnézve az időket, utólag már lehet egy kicsit több kockázat vállalnék. Mindenesetre nagyon élveztem, úgyhogy köszönöm szépen ezt a napot. Hát mi is köszönjük, hogy eljöttél. Egyébként kívülről is jó volt nézni, nagyon stabilan vitted végig a pályát. Stabilan, és... de lassan. Stabilan biztosan. És hát akik velünk tartottatok, azoknak is szeretném megköszönni, hogy megtettétek, illetve ha nem tennétek még, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket a Facebookon, kövessetek az Instagramon, és találkozunk a következő celebfutamban. Sziasztok! Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.